Kiskunsági Nemzeti Park 40 éves. Egy helyes döntés volt annak idején a megalapítása, hiszen csodálatos természeti kincseket véd, és örömünnep volt a természetet kedvelő közösség számára. A Magyar Alföldön is olyan értékeink vannak, akár a Hortobágyon, akár itt Apajpuszta, Bugasz, tehát a kiskunsági területeken emblematikus legelők, szürke marhákkal, rackajókkal, amelyek megérdemelték azt, hogy valami magas szintű védelem legyen, és a legmagasabb, amit adhat, az a nemzeti park. Itt ezen a gyep területen is több orchidea faj található, amit most az imént láttam virágzásban, ez a vitézvirág, a sömörös kosbor, a mocsári kosborok, csak itt a kolontavi őrkerületben 19 orchidea faj, amit számon tartunk. Jelentős területen gazdálkodunk, ez a természetvédelmi kezelés része. Ezeken a területeken olyan állattartó telepeket, illetve olyan állattartó tevékenységet folytatunk, ahol ezek az őshonos haszonállatok, mint az előbb említett szürke marha és bivaj, magyar házi bivaj, tartása történik az ősi módszerekkel, jellemzően legeltetéses megoldással és húshasznú állattartás történik tulajdonképpen. Az egyik központunk Bugasz-Puszta háza környéke. Itt található a szürkemaratonésztésünk egyik központja, tehát gyakorlatilag ez a gyémánt gulya legértékesebb állományunk itt legel Bugasz-Pusztán. Körülbelül egy 1400 hektár gyepet kezelünk az őshonos magyar állatfajtával. A Kiskunsági Nemzeti Park egyébként 40 éve foglalkozik ezzel a magyar állatfajták tenyésztésével, alapvetően itt a szürkemarháról van szó. Jelenleg az országban 9 vonal van a szürkemarhába, mi ebből 7-et tartunk, ápolunk, tenyésztünk. Jelenleg, ahogy itt állom Bugaszon, itt 4 vonal van képviselve, az ABCK vonal, ezért is legel 4 gulya. Tehát a tehenek vonalanként külön legelnek, és ugyanolyan vonalú tenyészbika teljesít a pálaszolgálat rajtuk, tehát ezáltal vonaltenyésztés folytatunk, ezáltal is próbálja genetikai sokszínűséget megőrizni. A génállomány megőrzés az azt jelenti, hogy azonosított származású és azonosított genetikai készlettel rendelkező állományokat tartunk. Nukleus egyedeket tartunk fent, amely biztosítja az adott fajtának a hosszú távú fennmaradását. A legeltetésnek természetvédelmi kezelésben óriási jelentősége van, teljesen más és eltérő hasznosítást jelent, és más igénybevételt jelent a terület számára a kaszáláshoz képest, de természetesen kaszálással is lehet bizonyos területeket hasznosítani, ez az ott található természet értékektől függ, hogy éppen mikor, melyik hasznosítási mód a megfelelő. 30-40 évvel ezelőtt ugye elterjedt ugye a gazdaságban az, hogy intenzív állattartással foglalkoztak, gyakorlatilag a környezetvédelem, illetve a területvédelem visszaszorult, és gyakorlatilag mezőgazdasági területek vették át a főszerepet, illetve az intenzív növénytermesztés. És gyakorlatilag mostanára elértünk odáig, hogy azokat a fontos területeket, ami környezetvédelmi szempontból nagyon fontos, az őshonos állatokkal legeltetjük, és gyakorlatilag próbáljuk az eredeti környezeti állapotot visszaállítani, ami jellemző volt mondjuk 60-70 évvel ezelőtt. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság körülbelül 10 éve foglalkozik bivajtenyésztéssel, ugye az egyik fő célja a területkezelés, az elnádasodott területek visszaszorítása, amit a bivaj gyönyörűen kezel, nagyon szépen legel, ürgés gyep területeken is tartunk bivajt, mert rövidebbre rágja, mint akár a marha. A vízi bivaj egy őshonos magyar állat, ami a kihalás szélén volt, és gyakorlatilag mint génmegőrzési céllal is szerepeltetjük a gazdaságban. És a természetvédelem az valamilyen formában összeegyeztethető. A túlhasználat, a túlzott hasznosítás az, ami kerülendő. De azt gondolom, hogy a bölcs hasznosítás az nem csak a természetvédelem érdeke, hanem a gazdálkodó érdeke is. A haszonvétel soha nem haladhatja meg azt a bölcs mértéket, ami még nem zsarolja ki a területet, de már egy bizonyos profit megtermelésére képes.
Kiskunság Nemzeti Parkban viszonylag sok túlzók van, közel 650 példány a becsült állomány. Kiskunsági Nemzeti Park és a túlzók összefüggések között azt érdemes mondani, az egyik leegyik kiemelten védendő fajunk, tehát egy prioritás fajunk. Mind a mellett egy zászlós hajófaj is egyben, tehát nagyon-nagyon népszerű faj a túlzók. Azt tudni kell, hogy a túlzókot számos veszélyeztető tényező fenyegeti, ezek közül a legelső és a legjelentősebb, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén, ez az élőhelyének a megszűnése, illetve beszűkülése. Az állattartásnak egy olyan, az extenzív, tehát a külterjes legeltető állattartásnak van egy olyan nagyon fontos feladata, hogy fenntartja azokat az élőhelyeket, ahol a túlzók egyáltalán előfordulhat. Nagyon sok területen, ahol lecsökkent a legeltetett állatfajoknak a létszáma, ott az élőhelyeknek az élőhelyek átalakulása indul be, miközben a negatív irányba. Van szukcesszívos folyamatok indultak el, ami nem volt kedvező a túlzók számára. Ezeket a folyamatokat tudja a szürke marha, illetve a biva is visszafordítani. Tehát egy nagyon sűrű, egy benádasodott terület, egy bokros élőhely, ez nem alkalmas a túlzók számára. Ezeknek az intenzív legeltetésével a túlzók számára alkalmas élőhelyek alakíthatók ki. Az, hogy ide a nemzeti parkba szürke marhák és bivajok jöjjenek, tehát a legelő állatok megjelenjenek, az mindenképpen igényveszi ezeket az élőhelyeket, amiket védeni akarunk most. Nem csak a túlzókot, hanem a számos egyéb növény és állatfajt védeni rajta, azokat ezek az állatok tartják fönn. Tehát nagyon fontos, hogy azok az élőhelyek, amiket mi védeni akarunk, azok megfelelő kezelést kapjanak, ennek nagyon fontos eszközei a legelő állatok. Egy harmónia van a jóisten teremtményei, a vadállatok és az ember által fönntartott jószágállomány között. Nagyon gazdag a táj, kis türelem kell hozzá, hogyha valaki a madarakkal akar foglalkozni, akkor be kell ülni valahova a nádasba, az erdő szélére, a fák közé, és akkor egy egészen különleges világ tárul föl előtte. Egyébként mutatja az is, hogy mintegy 100 000 látogató érkezik a Kiskunsági Nemzeti Parkba, tehát regisztrált látogató, ez egy nagyon komoly létszám. Magyarország összes nemzeti parkja 1,5 millió látogatót fogad. A Konyvvirág Erdei Iskola a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság két erdei iskolája közül az egyik. 2007 óta működik itt a Tőserdőben, lakiteleken. Az erdei iskola az azt jelenti, hogy a gyerekek 3 napra, 5 napra érkeznek ide hozzánk, mindig a szorgalmi időszakban, és itt tulajdonképpen tanulnak, de nem a hagyományos keretek között, nem a tanteremben ülve, hanem kimegyünk a természetbe, a természetről, de nem feltétlenül csak a természetről tanulnak, hanem történelmi emlékeket, néprajzi ismereteket is szereznek, és így ismerkednek a körülöttünk lévő világgal. Ő egy csóka, és kiesett a fészkéből, egy tölgyfán volt, és akkor megmentették a táborban élők. Hello, Nemzeti Park! Az erdeiskola azért nagyon fontos, mert a gyerekeknek minél korábban meg kell tanulniuk azt, hogy nem az ember áll a középpontban, hanem csak egy eleme a természetnek, és tekintettel kell lennie ennek a természetnek a többi alkotójára is. Nagyon komoly
komoly fejlesztések is zajlanak, hiszen 38 milliárd forintot tudtunk fordítani az elmúlt 5 évben nemzeti parki programokra. Ezek élőhely rehabilitációk, látogatóközpontok, tanösvények, kilátók kialakítása, legkülönbözőbb idegenforgalmi jellegű dolgok. Lehetővé teszik azt, hogy kulturált környezet fogadja az odaérkezőt, értse azt, amit a tájban meg kell látni, ami az érdekesség annak a területnek, a növény és állatfajokat, a geológiai képződményeket, és ez a program ez folytatódik, további 43 milliárd forint áll rendelkezésre az elkövetkező 5 évben, arra, hogy a munkálatok azok ne álljanak le. Ugye eltelt 40 év, én azt hiszem, hogy elődeim is és kollégáim is nagyon hasznos munkát végeztek, mert megőrizték ezeket a területeket. Lehet, hogy ott most kukoricatáblák, búzaföldek vagy sívó homok lenne, ahol most ezeket az értékeket láthatjuk. Tehát egyrészt az egy feladat, hogy ezeket a területeket legalább ilyen állapotban megőrizzük, mint amiben most vannak. Nagyon fontos kiaknázni azt a lehetőséget, ami legalábbis a mostani időszakban a nemzeti parkigazgatóságok rendelkezésre áll, pályázhatnak élőhely rekonstrukciós programokra különböző forrásokból. Ezeket hasznosan, hatékonyan és a legjobb, legértékesebb területeink helyreállítására tudjuk fordítani. A 40. évforduló alkalmából én kívánom azt, hogy még sok-sok ilyen alkalom legyen, legyen majd 80., 100. és ki tudja mennyi, és mindig legyenek olyan emberek, akik fontosnak tartják azt, hogy a Kiskunság értékei megmaradjanak, akik védik és óvják ezeket az értékeket, és hozzáteszük az ő teljesítményeket, az ő generációknak a hozzáadott dolgait, akkor biztos vagyok abban, hogy bárki érkezik erre a tájra, bármely korosztály, mindig maradandó élményekkel lesz gazdalom.